Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game, és az igazi IC Challenge-nek a 16. epizódja, és hölgyeim és uraim, a mostani részben befejezzük még a bázisunk kialakításának néhány ilyen kisebb szegmensét. A mérgező csapadék az még mindig itt van fölöttünk, és remélem, hogy ez el fog múlni, mert eléggé veszélyes az embereket kiküldeni gyakorlatilag a terepre, mert megbetegedhetnek, ami nem annyira esik jól, főleg egy ilyen kihívás alkalmával. Mérgező csapadékkal kapcsolatban találkoztunk már ilyen dologgal, és ez határozottan kellemetlen. A varrógép, illetve a tisztátalan ruhával kapcsolatban, a varrógépnél én nem láttam olyan opciót, hogy esetlegesen széllyel lehetne szedni ruhát. Tehát ez nem igazán tudom, hogy hol van, lehet, hogy amit a varróasztalnál, lehet, hogy a varrógépnél van ilyen opció, de én itt nem találtam. Valamint kicsit optimalizálva a raktározást, így a bázisomon belül lehet, hogy az akkumulátorokat le fogom pakolni ide, erre a részre, aránylag megközelíthető, csak mondjuk akkor kellene egy ajtó, hogy ne közvetlen jöjjenek el azok a nem kívánatos személyek, akik eljutnak eddig az ajtóig. De majd meglátjuk, hogy hogyan fogom módosítani ezt az irányvonalat. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, a mai részhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! Egy mentőkabin érkezésével kezdjük ezt a mostani alkalmat, ezt a mostani részt, nincs annyira messze az illető. Korrezza! Korrezza, lássuk az egészségét. 7 óra múlva meghal, 100%. Teljesen átvegyő fájdalmas sok, karakterünk pedig szociálisan egészen jó képességekkel bír. Éjjeli bagoly és kanibál. Nem ehetsz meg embert, ez az egyik alapszabály. Ez az egyik alapszabály, tehát ő nem fog tudni érvényesülni, nem tudna érvényesülni. Gondozása az szintén jó, bár azt se akarom nagyon erőltetni. A gyógyítás a 12-es, ami viszont elgondolkodtatna abban az esetben, hogyha nem ilyen körülmények között érkezne, vagy ha mondjuk néhány rész múlva tovább fejlesztett kolóniánkba érkezne, akkor rezzá, de mindenféleképpen Serrának szeretnék egy párt, úgyhogy meg is nézem, hogy szükségleteknél hogy állunk. Hát eléggé gyenge a pihenésünk, de én most meg fogom kérni ezt a hölgyeményt, hogy jöjjön ide, és szedjük össze a ruháját ennek a nőnek. Szintén nem kattintottam ki a világra, úgyhogy most így megvárjuk, srácok, lányok, hogy megkapjuk a bolygó nézetet. Jó lenne egyébként csak egy ilyen ötletként az, hogyha mondjuk van mérgező csapadék egy ilyen zónába, akkor én mutatná, hogy itt vannak ilyen felhők, és a világban lennének ilyen különböző kis fellegek, amik mutatnák, hogy ott bizony mérgező csapadék van. Serra lesz egyedül a karavánunk tagja. És szerenem megmondom, hogy vetkőztessük le ezt a hölgyet. A lehető leggyorsabban ide rohanunk. Megnézem addig, hogy milyen cucc van nála. Már hogyha lehetséges. Gyíkbőr, téli kabát, szövet, óriás lajhár, egy gyap, jó nadrág, normál. Ez mondjuk király. Ez mondjuk jó. Még valami hasznos is érkezett. Hogyajaj. Nem. Karavánra, és ezt pedig elcipeljük. What? Nem. És cipeljük. Na. Azt hittem elindul így a térgének a határa felé. Oké, köszönjük szépen a mentőkabint. A felszereléseket. Pedig lepakoljuk. Eletávolítva és nem igazán... ez de nagyon-nagyon csúnya ötlet. Ez de nagyon csúnya ötlet, srácok, lányok. Ez egyáltalán nem igazán vicces. Úgyhogy... körzeteknél raktárterületre van szükségem. És ezt mindenféleképpen elcipeljük, mert egy fok van bent. Jó, oké. Időben megfogtuk még a dolgot. Az elég kellemetlenül érintett volna, hogyha a maradék gyapotom így lefagy. Ezt a mennyiséget még meg fogom termelni, utána visszaállunk rizsre, és akár dog is dolgozhatna itt. Nem, dog mindenféleképpen így a tudományos irányba fejlesz a kolóniánkat. Hölgyeim és uraim, nagyon kellemetlen napkitörést kaptunk, és azt hiszem, hogy ez a harmadik napkitörés, amink most van. Technikailag ezek a növények itt azonnal tönkre fognak menni, úgyhogy parancsokként kiadom, hogy betakarítjuk innen az összeset, és Serrát rá is fogom kényszeríteni, hogy ezt a feladatot végezze el. 1, 2. Mivel
Van most már fám, és vannak ilyen kisebb helyiségek, ezért tüzet tudok rakni annak érdekében, hogy esetleg felmelegítsem itt ezt a zónát, de dolg is egészen jó szigeteléssel bír. Hát idézőjel bezárva, mínusz 75, odakint meg mínusz 112 van, jó. Oké, hát megnézzük, hogy ezt a napkitörést hogyan tudjuk valójában a lehető leggyorsabban orvosolni. Játssza a patkódobálást. Hajajaj! Jó. Vágás. Mindet egyesével szépen ki fogjuk jelölni. Ugyanis nem kapnak áramot ezek a hidroponikus ágyások, és függetlenül attól, hogy mínusz 7 fokban például nem fagynának le ezek a növények, egy idő után úgyis megfagynak, per nem kapnak tápanyagot, és így ez az ágyás ez nem tudja életben tartani ezeket a növényeket. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi ideig fog tartani ez a napkitörés, ami gyakorlatilag elsőt is van, ennyi, elfagyott a gyapot. Mínusz 19 foknál. Egyet még le tudunk vajon szedni? Egyet le. Az úgy jó. Másik. Jó, ott van dog. Oké. Okay. Nagyszerű. 433 szövetünk van, ami egészen szuper lesz. És lehet, hogy elkezdem esetlegesen a padlónak. Energiával kapcsolatban. Igen, meghúztam. Jó. Ez nem volt tiszta számomra. Ott azt lebontjuk, illetve a padlónál a szőnyeget, aranylapot, szőnyeget adjunk, méghozzá egy ilyen krémszínű szőnyeget, ez legyen a belterületünk, illetve a bejáratunknál a lehető legfontosabb. 4x4. Hát ennyi van, ennyi bőven van, bőven. Jó, és főleg dolg az, aki kérdéses, így a mostani játékunk alkalmával, csökken a belső, és hogy a dolgot behúzom ide, hogy kutassunk. Te nem tud kutatni, mert áram kell ahhoz, itt csak mínusz 49 fok van, mínusz 41, középen mínusz 51, szerra hidegben alszik, lehet, hogy nem kellene hagynom, hogy aludjon. Igen, van egy kis mérgezése, ami hamarosan el fog múlni. Pszichotikus hullám abban maradt, most már dog nem kapja meg azt a mínusz 12-est, föld alatt van, hát ne haragudj, de most nem fogunk kimenni, hogy állunk egészséggel. Mínusz 75 fok, most értük el a tűrés határunkat. Közben amíg tart a napkitörés, rizsre visszaállítom. És vége! És egy mentőkabin, és állj! Jó, oké, ez a napkitörés ez nem volt gáz. Mínusz 81 fok, lássuk, hogy itt ennyi kihűlésünk van. 4,1, de most már megyünk majd szépen fölfele. És egy újabb mentőkabint kaptunk, ami... Hát nincs annyira messze. Ki vagy? Ler, ő egy harcos. Egészség. Tősen jó állapotban van, zúzódása van. Horzsolás, zúzódás. Teljesen átvét, fájdalmi sok, azt elhiszem. 2 harcos. Plusz 2 lövészet, plusz 6 közelharc, mínusz 2 szociális. Ehe, oké, okay. Magányos túlélő ezzel egyetemben. És a vadászat letiltva. Magányos túlélő, de le van tiltva a vadászat. Nem tudom, hogy milyen logikai útvonalon értünk el eddig. Féltékeny, antialkoholista és fürge. Hogyha itt lennének pontok, még akár el is gondolkoznék. Azon földművelése 7-es, ez is jó. Főzése 4-es, átlagos. Na, mindegy. Mindegy. Szerát elküldjük. Újra. És megmondjuk neki, hogy... levetkőztetjük. Ezt a csávót. És lássuk, hogy megy fölfele. Pszichotikus nyugalom. Méghozzá nő gyarmatosok, úgyhogy amennyire nem boldog dog, annyira boldog Sarah. Ő most teljes mértékben nyugodt állapotban van. Színszövet póló normál, egyszer. Szövet téli kabát, hát igen, ez nadrág, és ezt pedig itt elcipeljük. Oké, okay. Köszönök szépen mindent, a plusz néhány ezüstöt, nagyon-nagyon-nagyon jól fog jönni. Egy szállítmánnyal ajándékozott meg minket Randy, körülnézünk, hogy van-e közte valami használható, és 23 kokaint kaptunk, illetve egy darab fémsalakot, ami végül is, jó, oké, okay. Megkaptuk, rendben van, felfogtam.
Jó, oké. Jobban örülök annak, amikor érkezik valami kevésbé érték. Na várj, menj a kokainnak az ára? Mert lehet, hogy hülyeséget beszélek. Ó, 49 per 50 gyorsan be kell hozni. 21... Technikailag egy mentőkabinból több pénzt kapok. Technikailag. Csak kis technikailag. Úgyhogy én ezt becipelem. Én azt ott becipelem. Lássuk, hogy állunk egészséggel. 0, igen. És most elkezdtünk nőni, oké. Okay. Visszük azt a fém salakot is. Arra is szükségünk lesz. A karavánra rakodjuk az egészet, nem arra kattintok, amire kellene. És ezt pedig elcipeljük. Figyelni kell arra, srácok, lányok, hogy ne hagyjátok a lehető legutolsó pillanatig kint a dolgokat, mert széjjel rohadnak, aztán nem tudjuk használni. Egyáltalán nem tudjuk. Utána meg problémáink lesznek ebből. Na! Finom ételünk elfogyott a mai nap folyamán, el is rakta Sarah, Dog is magával viszi még azt, ami van. És itt ennél a raktárnál... Szerintem előnyben fogom részesíteni az, hogy az élelmek között, az ételeknél az egyszerű étel is helyet kapjon, és itt ebbe a zónába pedig, aminek az egyik része a kája, ez pedig, hát előnyben részesített, ez meg legyen fontos. Igen, pakoljuk át a dolgokat. Visszakapcsoljuk itt szépen ezt a tűzhelyet, és... elkezdünk majd ételt gyártani. Viszont, amit most láthatok Sarah-tól, az nem volt más, mint egy úgymond bait, egy csali. Tehát itt van az a 98 életes márvány zsámoly, meg itt van az a szélerőmű 150 élettel, és lehet, hogy meg tudok spórolni egy vagy kettő olyan pofont a mechanoidoktól, vagy akár emberektől, hogyha megtámadnak minket, hogy ne veszítsük el ezeket a szélerőműveket. Függ attól, hogy a szer milyen állapotban van, függ attól, hogy tud-e lőni esetleg dog, meg ilyen apróságoktól. De most így a tűzerünk annyira nem szuper. Maradjunk annyiban. Itt pedig elindítom a körzetnek a vetését, és szépen elvetjük, aztán visszakapcsolom majd ezt a parclámpát. Azt elmegy aludni. Ezt nem hiszem el. Ez mondjuk jogos. 14 óra, mielőtt még reggel bekapcsolna ez a parclámpa, amit majd manuálisan kell, mert levettem. Majd előtte mindenféleképpen újraültetjük a növényeket. Azért szeretem a Rimworld-ot, mert olyan szituációk elé állít, ahonnan nem feltétlenül jövök ki nagyon-nagyon jól. Ugyanis egy mentőkabin érkezett, zárójel kapcsolat. Kapcsolat! A közelben lezuhant egy mentőkabin, benne Fausto, aki egy fejszámoló. Ha túlélte a zuhanás, sősen meg lesz sérülve, igen, font Fausto nem tagja egyetlen frakciónak sem. Megmentheted, és útjára engedheted őt, vagy el is foghatod, hogy besorozd és rabszolgáddá tedd. Fausto kapcsolat, apa áll az egyik gyarmatossal dog. Mivel pszichopata? Hát ezt akkor se tudnám megmenteni, ha akarnám. Hát míg addig elmegyek, anyaszült mesztelen a csávó. Ez honnan jött? Honnan? 7 óra múlva meg... Nem tudjuk megmenteni, de. Viszont, ami fontos kérdés, és erre választ fogunk most kapni, hogy amennyiben Dog, a pszichopata, apja meghal, Dog kellemetlenül fogja érezni magát, vagy sem? Ez itt a nagy kérdés, úgyhogy mindenkinek meg fogom mutatni most ezt a szituációt, és megnézzük, hogy mesztelenül, mínusz 111 fokba, meddig bírjuk? El se jutnánk addig. El sem jutnánk. Na jó, talán eljutnánk, de visszafele úton így hopp, meghalt. Hát nem borzalmas, ráadásul mérgező csapadék. Oké, okay, dog. Tehát... ezt a mínusz 8-at most már így el kell vigyük a hátunkon, hölgyeim és uraim, és a finomat evett mínusz 5, és el fog tűnni. Hidegben aludt, ami 12 óra múlva mondjuk elmúlik, ahol ez fáj. Mi? De hiszem, hogy fáj.
ocsmány környezet, ezzel mondjuk tudunk változtatni, hogyha szőnyeggel le fogjuk fedni ezt az egész körzetet, ahol van. És megnézem, hogy van-e textilem, elég 389, szerintem van. Szerintem van. Padló, legyen mondjuk zöld színű. Oké, jó. Le tudjuk fedni. És elméletileg, hogyha valami nagyon-nagyon szépen meg van csinálva, akkor egészen jó értéke van. Tele van mínusz egyel. Viszont ha én ezt lenullázom, akkor az a 7-es lesz, ami pozitív irányba fogja eldönteni, elmozdítani. Illetve van még fám, amit ugye nem használtam fel. És ebből a fából tudok csinálni esetleg dekorációt. Azt nézem, hogy az asztalnak 1-es és 1-es. Mert az acélból van. Ettől függetlenül remek. Szépsége viszont kettes, egy remek asztal úgy néz ki, hogy nem annyira működik. Úgyhogy én ki is adom a parancsot, hogy zöld lesz. Legyen kék. Ez a zóna. És azt hiszem, hogy nem tudjuk szőnyeggel bevonni így a munkaasztal alatti részt, ezt, de majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Egy újabb fegyverkereskedővel nézünk szembe, hölgyeim és uraim, és azt szeretném, hogy Sarah beszéljen vele. Mint hogy látjátok, túl sok fegyverünk nincsen. De kérdéses az, hogy van-e nála valami, ami nekem kell? A kérdésemre a válasz rendkívül egyszerűen egy nem. Nem, de a kokaint el tudjuk neki adni, és 10-et ad érte, mert amúgy 21. Jó, ez végül is nem is olyan rossz, 249. Ez határozottan jó. Több minden nem nagyon tudunk eladni neki, bár mondjuk átrakhatjuk a jeladót. Sör van még a másik oldalon, alkatrészt is tudunk vásárolni esetleg. De alkatrészünk szerintem van. 35, így van. Lássuk, hogy itt van a sör, ami még érdekelni, de egyébként ruháink vannak, úgyhogy én nagyon boldog lennék, hogyha az elkövetkezendő időben kapnék egy vegyes kereskedőt. Hallod, Randy? Vegyes kereskedő kéne, hogy ezek a ruhák elkarodjanak innen. Köszönöm. Most már, hogy nem maradt felügyelet nélkül a bázis, el lehet gondolkozni ezeken a küldetéseken, hölgyeim és uraim, ami egy bandita küldetés, és ez azért is nagyon-nagyon izgalmas, mert Emi személyiség központot kínál nekünk, amennyiben sikerrel járunk. Onesan, aki a Sultan Seyum Treati frakció polgármester üzenetet küldött, banditák táboroznak a közelben, aki többször rajtütöttek karavánjaikon. Arra kér téged, hogy iktasd ki őket, vagyis minden ellenséget, és ágyút. Ha sikerrel jársz, a kapcsolatuk javulni fog, és következő jutalmat kapod, MI személyiségközpont. Az MI személyiségközpont nagyon fejlett számítógép, ami egy mesterséges intelligenciának ad otthont. Elszigetelve inaktív állapotba kerül, de megfelelő kiszolgáló rendszerekkel kiegészítve félelmetes gépezetté válik. Ámen! Na, helyszínre ugrunk! És ez okay. Itt is van még egy őrhely. Ítéletnap rakétavető és Luciferium 5. Ellenben 4000 őr, 3 ellenség van. Három ellenség van. Kettőnél ez nem lenne annyira para. 26 nap múlva eltűnik. Ezeken a területeken hány fok van? Átlag hőmérséklet mínusz 83. 83. Jó, oké. Mínusz 83. Ez nekünk nagyon jó. Az a legalja. Mi pedig mínusz 90. Tehát az utat mindenféleképpen túléljük. Nos, akkor lássuk, hogy ha amennyiben is én karavánt szeretnék alakítani, és ide akarok eljutni. Teljes út ideje 4,7 nap. Jó. 4,7. Tehát akkor nekem 10 nap élelmet kell elméletileg odaraknom, illetve... Aja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 j Illetve megnézem, hogy van-e még szövetem, mert valami eszembe jutott. 116 darab van. Lehetne-e esetleg egy olyat?
Nem tudok hálózsák? Lehet, hogy a munkahelynél tudok. A kérdés az, hogy hálózsákot tudunk-e csinálni. Megrendelés, kis törzsi ruházat, nem. Itt biztos, hogy nem. De jó, úgy érzem, hogy nem ismerem eléggé a játékot, legalábbis amennyire én szeretnék. 40 szövet felhasználásával, srácok, lányok, igen, lehet hálózsákot készíteni. És én ezt meg is fogom csinálni. Teveszőr hálózsák, az mitől lesz jobb, meg több? Pihenés hatékonysága, sikeres műtétesé fontos. Immunitás, lebontás. Semmi információt nem ér, hogy ezt miből érdemes csinálni. Megnézem szépen itt a textilből. Hol a textil? Szövet! Nem tudom, miért textilt mondok. Jó, oké. Ez lesz, amit fogunk csinálni. Szövet. Csinálunk oda egy hálózsákot. Hagyjuk dolgot, hadd aludjon. Gyorsan felvarjuk ide ezt a... Egy remek szövet hálózsák. Nagyszerű. Oké. Akkor ezt eltávolítjuk aktuálisan, ugyanis a felszerelések közé hozzá kellene majd adni. És most fordult a kocka, dolga az, aki aludna, aztán nem hagyja. Ja, most kapcsolódott fel. Oké. Jó. Furcsa volt, hogy ez még mindig 53% meg 55%. Míg a másik része pedig ugyanez csak 62, amelyiket korábban lepakolta oda. Oké. Elvettük, amit el kellett. Van itt nekünk túlélő csomagunk. És szerintem megpróbáljuk. Megpróbáljuk ezt a küldetést. Egy MI személyiségközpontért. Azért most. Nagyon jó lenne, hogyha lenne mesterlövész puskánk. Az zseniális lenne. De nincs. Ez az igazság. Úgyhogy 12 darab kaját fogok elrakni. Szerintem ez ebben a túlélő csomagokból 0,3 kg. Remélem, hogy el fogom tudni hozni. Remélem, hogy lesz ott még olyan dolog, amit el szeretnék hozni. Ez lesz inkább főleg a kérdés. Majd szelektálnunk kell, hölgyeim és uraim, de akkor lássuk, hogy hogyan is vagyunk. Amúgy se tudsz szerencsétlen szerre magával mit kezdeni. Úgyhogy ide fogunk jönni. Szera. Oda. Útvonal kiválasztása, az megvan. Tárgyak. Akkor túlélő csomagból szeretnénk kérni 12-t, valamint a bedrolt szövet hálózsák, remek minőségű, ezt is odarakjuk. És szerintem másról, hogy konkrétan nincsen szükségem, hát sört talán még ihat, hogy a hangulatát javítsa. Szerintem ezt a kettő sört odarakom neki. Egy sört. Egy sört odarakok. Menet közben, hogy azért ne legyen már annyira boldogtalan, és szerintem meg is vagyunk. 12, ennyi napi élelem, 6,2, még jó, hogy ezt megnéztem. 10. 12, jó. Oké, 19 kiló, ezt... A nagy részét úgyis megesszük ennek a túlélő csomagnak. Alapvetően. 25 túlélő csomag, majd erre fókuszálnunk kell, hogy ezt gyártsunk le néhány túlélő csomagot, ahhoz meg ugye a hús kell. Oké, Sera. What? Oké, azt értem, hogy megy, de hova? Elrakni a dolgokat, nagyszerű. 8 rádión kér segítséget. Megsebesült és nem tud mozogni. Segítséged nélkül 51 nap múlva meghal. Oké, okay, azt hiszem, hogy ezt a karavánt egy kicsit el kell napolnunk, hölgyeim és uraim. Egy az mozgásképtelen menekült. Hány fok van itt, vajon? Nézzük a mellette levő zónát. Hány fok van itt? Mínusz 55 átlag hőmérséklet, zseniális. Alright. Figyelem, őslakosok, the green squirrel. Az a lejra. Érkeztek a közelbe támadás előtt, még felkészülnek készű védelemre, vagy támad meg őket. Megelőzésképpen. Na srácok, hányan vagytok? Hárman vagytok. Négyen vannak! Végre elértük a négyes számot. Na lássuk, kikből álltok? Kikből áll ez a támadói hadsereg? Milyen holmitok van, az a fontos. Szövet, óriás lajhárgyapjú, silány minőség, de nem baj, mert 16,8-at ad. Úgyhogy ez teljesen jó. Buffalo gyapjú törzsi ruházat, ez is ad mínusz 14-et. Szövet, halott vagy? És óriás lajhár, szövettéli kabát, szövettéli kabát és szövettéli kabát.
Jó, mínusz 41 a teteje. Mínusz 13 a legalja. Jézusom, barátom. Egy közelharcos, akinél van egy bicska és gyógyításban, gyorsan tanuló fürge, de kanibál. Féltékeny gyorsávú protézis fóbiás. Élébagoly barlangi. Hát akkor nem lenne a bezártság a probléma. Vélszalmi a szorgalmas és élébagoly. Hát technikailag annyival leszünk többek, hogy szövetet kapunk ezekből az emberekből. Szóval annyira nem jók így ezek a törzsi támadások, mert nem igazán kapok bármit belőle. Oké, visszavonom a karavánt, mert utána még egyszer elindítjuk. Támadás előtt úgyis még megfagynak. Ugye ezt mondták, nem? És felmennek ide a felső sarokba. Nézd, hullák! El vannak feküdve. Teljesen be vannak fagyva ide a jégbe. Hát nem fura. Nem fura, Anthony. De. Rohadtul fura. Azt kell figyelembe vennünk, ki az, aki meg fog halni. Tatu. Tatu lesz az első halottunk. Erős kiülése van, ráadásul falába. Oké. 43. 41. Ja, Sarah, kérlek. Induljunk el. Elindulunk. Úgyis össze fog esni valamelyik. Igen. Ketten már összeestek. Féreg és Tató összeesett. Oké, ennyi kihűlésünk van. 4, 5. Oké, mindenki. Akkor először is levetkőztetjük őt. Őt is. És szerintem őt. Tatóhoz mire odaérnék, szerintem ez igen, meg is halt. Oké. Hogy állunk mi a kihűléssel? 9. Igen. Jó. És most formálunk karavánt. Most formálunk karavánt. Ez nagyon izgalmas támadás volt, nem? Ez mód felett izgalmas volt. Nagyon-nagyon tetszett. Téli kabát. Mennyi az íjnek a súlya? Ez egy fontos információ most számomra. 0,8. Oké. Okay. Igen. És ez pedig szépen el fogjuk cipelni. Azt csak akkor tudjuk, amikor nem vagyunk harcban. Nem vagyunk kombatban. De hát akkor, hát igen, hullák, bocs Sarah, de muszáj. Muszáj volt, hogy a cuccot megszerezzük, lássuk, hogy állunk egészséggel. 16. Hát ez nem lesz probléma. Ez nem lesz problémás. 18-19. Rizsre vagyok kíváncsi, hogy betakarításra kész-e már, de nem. Oké, kicsit megcsúsztam az első nap. Oké. És visszavonjuk a karavánt. És szerintem itt a körzeteket tovább fogjuk húzni. Egy. És le is pakolunk mindent, amit le kell pakolnunk. Tele vagyunk eseménnyel. Velez nevű hadsereg felügyelője hív a közelből a nyomában az Ares Party frakcióból. 3 bajkaverő, 1 EMP gránátos, 2 guberáló. Belefér-e az a nagyszerű kérdés, hogy egy koronistánk meghal? Mert mondjuk biztos, hogy hoznak felszerelést. Ők biztos, hogy hoznak. És odakint 120 fok van. És jönne 6 ember. Jönne 6 ember, és az egyiknél EMP gránát van. Ami azért is lenne fontos. Mert a mechanoidok ellen használhatunk EMP gránátot, és hogyha jön esetleg egy 100 lábú, akkor azt le tudjuk sokkolni, amennyiben eltaláljuk. Persze ez a fő kérdés, hogy egy ilyen orbitális méretű tankot eltalálsz-e. 6-an jönnek. Viszont hogyha ők 6-an jönnek, tönkre tehetik odafent a szélerőműveimet. De nem, figyelmen kívül hagyjuk. Nem, ez nem az a buli, ahova ő szeretne jönni. Ez egyáltalán nem. Oké, okay, regenerálódunk, srácok, lányom, mert a pihenésünk az már eléggé lent van a békának a tompora alatt.
És Dognak megmondom, hogy a beosztások között földműves legyen négyesen, ki tudja majd neki adni azt a feladatot, hogy learassa ezt a list következő nap alkalmával. És amint reggel lesz szerrát, akkor elküldjük. Karavánt formálunk vele. 8-21, súlyba abszolút jók leszünk. Ez mennyit véd? 19,8-at. Nagyon örülnék, hogyha lenne még ször, van teve ször, ami nem szigetel a legjobban, azért van itt talomba egyébként. Lássuk, hogy állunk. Mindjárt kajálunk egyet, együnk egyet. Megesszük ezt az egyszerű ételt. És most olyan dolgot csinálunk, ami abszolút lehet felelőtlenség is. De én hiszek Dogba. Hiszek Dogba. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, Serra vezetésével karavánt formálunk ezért, az MI személyiség központért. Tárgyakat, amiket viszünk, az 12 napra való élelem, a biztonság kedvéért. Alapvetően a biztonság kedvéért, illetve ezt a hálózsákot és egy darab sört mondtam. Úgyhogy, az első karaván, amit elindítok, és a térképről ki megy. Gyakorlatilag minusz fucking 134 fokban. Elhagyjuk a zónát. Remélem, hogy a hírekről... Úristen! Ne sérülj meg. Ennyi kérésem van, hogy ne sérülj meg. Nem fog, jó lesz. És Serra elhagyta a tartományt, és megtámadja az őrhelyet. What? Vándor csatlakozik kapcsolat. Egy minik nevű falus érkezett és csatlakozott a kolóniához. Titulusa Farm Mamlasa. Yeah! Hajlandó dolgozni, de magától nem fog elmenni. Ha nincs szükséged rá, száműzheted, eladhatod rabszolgának, vagy egyszerűen megölheted. Ezt a többi gyarmatos felkavarónak fogja találni. Fivére Dognak. Ez a Dog... az egész családot amfetamin függés! Bravo! Zseniális! Van nála egy acélkés. Van. Ez... hát esélyt megadhatjuk neki, hogyha bebizonyítja, hogy neki itt helye van. 12-es földműves! Ó-ho-ho-ho-ho-ho! Azt akarom megnézni, hogy oké, nem is tudom Serránál megnézni, hogy hanyas. Tehát 12-es tehetséges földműves. És a növények közül most gyakorlatilag hát a 6-os a legmagasabb, amit 8-as, bocsánat, a gyógygyökerek. Mimik. Minimik. Nem mimik, minimik. Szerintem te 10-es bányászata van, 5-ös főzése, 10-es gyógyít, inyenc, gyönyörű, derülátó. Szellemi munkára képtelen. Tudjátok mi, srácok, lányok? Átadom a döntést. Átadom a döntést. Leveszem vállamról a felelősséget. És döntsétek el, hogy Minmik maradjon-e, vagy nem. Ha marad, akkor Serrának akár lehet egy társa, ami által mind a ketten kapnak egy bónusz hangulatemelést. Ha meghaldog, még mélyebbre kerül. És a jelenlegi felállásunkkal lehet, hogy életben tudjuk tartani ezt az embert. Írjátok le, ti mit szeretnétek látni? Minimik maradjon a kolóniába, pszichopata Dognak a fivére, és próbáljon meg megfelelő részt vállalni a feladatból, vagy pedig hasonlóan ebbe a sírgödörbe, az itt megásandó sírgödörbe kerüljön. Srácok, lányok, a döntés a tietek, odarend hozzászólásba írjátok le a véleményeteket. Viszont, hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Következő részben csatázni fogunk egy messzi helyen, egy MI személyiség központért, és remélem, hogy néhány dolgot azért találunk, ami úgy érdekes lesz, és amivel megéri foglalkozni. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, én Uno voltam, és mint mindig találkozunk legközelebb. Szevasztok! We'll be right back.